Szeretettel üdvözlünk minden hardverek és kütyük iránt érdeklődő kedves nézőt, ezúttal is összeállítottunk egy adást a témában, ami bőségesen tartalmaz érdekességeket, úgyhogy szerintem már fogjunk is hozzá. A Bitfinex bejelentette legújabb NIOS névre hallgató számítógépházát, amely visszafogott dizájnt és remélhetőleg vásárlóbarát árat fog kapni, ugyanis utóbbiról egyelőre még nincsen információnk. A kuckóképes ATX, Mini ITX vagy Micro ATX deszkák befogadására belső tárolóból 2 darab 5,25 szolosat, valamint 3 2,5 szolosat és 3,5 szolosat találni benne, ráadásul az akár 30 cm hosszú kártyákat sem toloncolja ki. A szellőzést két előlapi 12 centis, valamint egy hátlapi 12 centis ventilátor biztosíthatja, és a gyártó gondot a kultúrát kábelelvezetésre, valamint vízfűtésre is felkészítette. Természetesen két USB 3.0 kivezetés is van a háztetején a hang ki és bemenetek mellett, míg színek tekintetében fehér és fekete alapszínű, de többféle előlapi festéssel rendelkező modellek megjelenésére számíthatunk. A Kingston bizony nem adja többé nevét a HyperX memóriákhoz, ugyanis a HyperX mostantól önálló márkanévként lesz jelen a piacon, bár felhasználói szemmel ebből nem sok fog lejönni, ugyanis továbbra is a Kingston termékeiről lesz szó, csak így a csapat jobban koncentrálhat a saját projektjére. Jó hírt hozunk azoknak, akik kicsinylik a jelenlegi Blu-ray lemezeket, a Pioneer ugyanis bejelentette, hogy a MemoryTag segítségével elkülönítik az úgynevezett guide réteget az adattároló rétegtől, melyből már 8-at is elhelyezhetnek, így 256 GB-os tároló kapacitást is elérhetnek egy oldalon, azaz két oldalas lemeznél ez elérheti az 512 GB-ot is. Csak nem ellenfele akadt az Archival Disknek? Kína idézőjeles iPhone-jának gyártója újabb lépést tett a TV piacon azzal, hogy bejelentették a Mi TV 2-t. Az újdonságnál fontos kiemelni, hogy UHD felbontáshoz és 49 szolos kijelzőhöz valószínűleg egy baráti 150.000 forint körüli ár társul. A Xiaomi újdonságát még erősebb ajánlattá teszi 15,5 mm-es vékonysága, amit a mélynyomó és a hangprojektor kiszedésével állítottak elő, ezek egyébként külső hangszóróként is tevékenykedhetnek a megfelelő zenelejátszók csatlakozásához. Egyébként a készülékben egy 4 magos áramalapú SoC található, amit 2 GB RAM és microSD-vel bővíthető 8 GB-nyi beépített memória veszi körül. Na de ennyinél nem is áll meg a Xiaomi, mivel bejelentették az Nvidia Tegra K1 SoC-re épülő Mi Pad nevű tabletjüket, amely nagyságrendileg 60.000 forintért lesz elérhető memóriától függően. A kijelzőn 7,9 szolon jelenik meg a 2048x1536 képpont, amelynek pixel sűrűsége körülbelül egy 5 szolos HD kijelzővel egyezik meg, és a 4.4-es Android ugrál rajta. A központi egység egyébként 4 Cortex A15 2,2 GHz-en dolgozó magot foglal magába, amelyet egy 192 CUDA magból álló Kepler GPU erősít a grafikus feladatokban. A 2 GB RAM mellett 16 vagy 64 GB tárhely lehet, ez egyébként maximum 128 GB-tal kitolható. Az előlapon 5, hátlapon 8 megapixeles kamera halásza a fényt, az egész hóbelevancot pedig egy 6700 mAh-es aksi eteti. A Lenovo fejlesztett egyet a ThinkPad Tablet 2-n, és piacra dobták a ThinkPad Tablet 10 névre hallgató berendezést. Azon túl, hogy kisebb és vékonyabb lett, hardveres dolgokon is változtattak. A HD kijelzőt felhúzták HD-ről egy IPS 1920x1200-as verzióra, a régi Atomot pedig a 4 magos Z3795 váltotta fel. A memóriát is feltuningolták, RAM-ból 2 vagy 4 GB, SSD-ből 64 vagy 128 GB választható, de ez még kitolható microSD-vel is. Egyébként egy csomó kiegészítő is kapható hozzá, mint a Wacom-tól az Ultrabook billentyűzet, vagy akár a ThinkPad Tablet Dock, amely a monitorokhoz való csatlakozást könnyíti meg. Természetesen ezt a remek készüléket nem két fillérért árulják, hanem 200.000 forint körüli árat kérnek érte. Ezen a héten sem maradtunk notebook nélkül, igaz ezúttal zöld robottal érkezik az Arcos műhelyéből ArcBook néven. A központi egység szerepét egy RockChip RK3168-as tölti be, melyben 2 darab processzormag kapott helyet, ideiglenes fájainkat pedig az 1 GB-os memória tárolja. A képeknek, videóknak és appoknak 8 GB-nyi tárhely áll rendelkezésükre, a kijelző pedig egy kapacitív, érintésérzékeny 10,1 szoros 1024x600 pixeles. Az Android sajnos csak a nem túl 4.2.2, de mindezért kárpótol a 45.000 magyar valuta, amiért magunkévá tehetjük a 9 órás üzemidővel bíró kicsikét.
Manapság ugye nagyon divatosak a virtuális valóságra építő szemüvegek, ezek közül is kiemelkedik a nemrég a Facebook által megvásárolt Oculus Rift. Ennek és a már régóta a piacon lévő kokpiteknek a fúziójából jött létre a madár szimulátor, melyet a Zürichi Egyetem fejleszget. Lehet, hogy a közeljövőben mindenki kipróbálhatja majd a repülést egy madár szimulátorral? A Sony nem csak az okostelefonok piacán tör előre, az utóbbi időben a kiegészítőkre is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Ennek a koncepciónak az eredménye a vízálló SRS X1-es hangszóró is, amely ugyancsak egy mono hangszórót tartalmaz, de ez 360 fokban 5 wattos teljesítménnyel képes szórni a hangot. A mono hangszóró egyébként könnyen sztereóvá varázsolható, ehhez csak annyi kell, hogy 2 darabot vásároljunk a 20.000 forintot kóstáló eszközből, és ezeket nem csak a telefonnal vagy tablettel, hanem egymással is csatlakoztassuk Bluetooth-on keresztül. Az Asus MimoPad ME176C modell egy jó áru, 32.000 forint körül kapható Intel Bay-Tray processzorra rendelkező készüléknek ígérkezik. A 7-szoros kijelzőt HD felbontással látták el, előlapján 2, míg hátlapján 5 megapixeles kamera tetszeleg. Az Intel Z3745-ös lapka mellett 1 GB RAM és microSD-vel bővíthető 8 vagy 16 GB ROM játszik szerepet a KitKat művész nevű Android meghajtásában. Az áramszolgáltató szerepét ebben az esetben pedig egy 3950 milliamperes aksira osztották ki. Nemrég érkezett a hír, hogy az Apple az igen árérzékeny Indiában az iPhone 4 újraélesztésével kísérletezik. Sajnálatos módon kiderült, hogy ez nem sikerült, ezért most véglegesen kivonják az említett készüléket a piacról, ezért a legolcsóbb megoldásuk Indiában a 135.000 forint körül jára rendelkező iPhone 5C lett, igaz minket nem nagyon érdekel, hogy mit kapni Indiában. A Lenovo által megvásárolt Motorola új bejelentéssel érkezett, amelyben az alsóbb szegmensbe hoznak változást. Az újdonság a Moto i névre hallgat, 4,3 colos 540x960 pixeles felbontású kijelzőt kapott, amelyen az 1,2 GHz-es kétmagos valószínűleg a Qualcomm műhelyéből származó SoC által meghajtott 4.4-es Android jelenik meg. Ezt 1 GB-os RAM is támogatja, illetve 4 GB-os memórián foglal majd helyet, amely microSD-vel bővíthető. A burkolat egyébként ellenáll a fröccsenéseknek, és 32 darab Mátyás király kell érte leszurkolnunk. Tavaly kaptunk az Asus-tól egy táblagépet, amely telefonhívások lebonyolítására is alkalmas volt, PhonePad 7 néven. Most bejelentették az ugyanerre a névre hallgató modelljüket, amely elődjének visszametszett változata. A kijelző maradt 7 hüvelykes, de felbontása HD-ről 1020x600 pixelre csökkent, valamint a hátlapi 5 és előlapi 1,3 megapixeles kamerát is egy 2, illetve egy VGA felbontású modell váltotta fel, de megmaradt az Intel Clover Trail Plus SoC, amely megfelelő teljesítménnyel kecsegtett. A RAM maradt 1 GB-nyi és az operációs rendszer is a 4.3-as, de ígéretet tettek egy nem sokára érkező KitKat frissítésre is. A Samsung egy külső aksit jelentett be. A masina bőrhatású, a Note 3-as készülék hátulján használt burkolatot kapta, kapacitása pedig 6000 mAh-es lesz. Megtalálható rajta egy LED, amely a töltöttségről ad információt, eszközeink töltését pedig egy visszahúzódó mikro USB ajzaton keresztül eszközölhetjük. Ára kissé borsos, ha egy jobb minőségű kínai konkurens nézünk, de talán a 13500 forint a Samsung márkanév miatt még elmegy. Nemrég mutatkozott be az HTC One utódja, a One M8, most pedig a One Mini 2 specifikációjáról hullott le a lepel. A burkolat alatt egy Snapdragon 400-as processzor található, 4 darab 1,2 GHz-es processzor maggal. A memória mérete 1 GB-nyi, az Android pedig a 16 GB-os ROM-on pihen. A kamera sokak nagy örömére végre nem ultrapixel, hanem egy 13 megapixeles BSI modul, előlapon pedig egy 5 megapixeles kolléga vigyorog. Továbbá az előlapot díszíti még a 2 darab Boomsound hangkeltő is, de a legtöbb helyet a 4,5-szoros HD kijelző foglalja el. A nagyobbik modellhez hasonlóan itt is bekerültek a gombok a kijelzőre, és az akkumulátor is elég nekik érkezik, ugyanis 2100 mAh-es mérete elég sokáig meghajthatja az elfogadható, de nem a legnagyobb felbontású kijelzőt. Köszönjük szépen figyelmeteket, természetesen hardveres téren is szállítunk hamarosan egy újabb adást, addig is jók legyetek, gémeljetek, sziasztok!